Köszöntök szépen mindenkit a ma esti livestreamben, és hát itt vagyunk egy újabb alkalommal, méghozzá ugye a Grievel című játékot, hát ugye most második streamje következik, a végigjátszás sorozatnak, hogyha bár a legutóbbi alkalommal azért egész jól vázoltam egyébként a játékot, illetve prezentáltam, hogy nagyjából egyébként milyen is, hát körülbelül egyébként ugyanaz a dolog várható a mai alkalommal is, annyi, hogy most a Wide Rush Master-t kell ledarálni, illetve ez egy kicsit vissza fog menni, mert ugye vannak még itt bónusz epizódok, amiket tök jó lenne csinálni, ugye amiatt, hogy a szint lépéssel új autókat is lehet nyitni, amit tök jó lenne pont a későbbiekben ezt egy, talán egy kicsit könnyebben is lehessen megcsinálni egyébként a játékot, de első körben szerintem neki fogok ugorni az epizódoknak, hogy ezeknek, hogy azokat így megcsinálom, és majd lehet, hogy pont a vége fele lesz majd a... Ha esetleg a bónusz epizódokat addig ledrálom, akkor még, és ha még belefér, akkor ugye jön a vágyrás, hogyha nem esetleg, akkor hamarabb, de mindenféleképpen ma egy boss-t le kéne gyűrni. Szia, Dávid! És hát szerintem akkor nézzük is egyébként az epizód 4-et. Úgyhogy lássuk, hogy mit is kapunk, mert hogy itt most van autókínálatám rendesen. Ugye eddig van ugye a Toyota 580-as, a 800 lóerős Ford F-150, illetve a 850 lóerős Chevy Silverado. Úgyhogy tök jó, mert van azért választék rendesen. Úgyhogy szerintem én bevállalom a Chevyt. És akkor csapassuk. Keressük akkor Chevyvel az mai első versenyt. Welcome to Gravel Channel, Extreme Offroad fans. We admit it. When we found this quarry in Australia, we could... Nézzük, milyen pályát kapunk. Azt hiszem, ha jól láttam, akkor ez körpálya lesz, akkor ez ilyen izgi kis pályát kapunk, jó kis vizes, meg lesz ugrató, vagy micsoda ugrató lesz, aha. Ja, vagy nem éppen ugrató, ugye de? Na úgyhogy kezdésnek eléggé az, hogy verseny lesz ez. 8 versenyző, 4 kör. Nem olyan vészes. Jó lenne az első helyet is ugye megszerezni. Mondjuk nem olyan egyszerű, mert így, hogy kicsit szeret oda ragadni két autó ilyenkor. Ó, hát ez csodálatos. Yeah, boy! Oké. Okay. Jó, ez tetszett, hogy így elkezdtem felborítani. Én itt már borítgatom az ember, csak az a baj, hogy most eléggé rosszul állok, úgyhogy ezt még egyszer. Lájtos versenydészed. Így egy BMW. Egyébként nagyon jó tett ennek a játéknak a fizikája, hogy másikat is fel lehet egyszerűen könnyen borítani. Ez ilyen téren poén faktor. Hát meg nyilván ugye ki is lehet faroltatni a másikat. De ezt látni is lehet, hogy ezt velem is eljátszák, úgyhogy király. Nehezen bírom őt megelőzni. Nehezen adja magát.
Üstöm egyetem, milyen autó ez. Drift! Itt azért jó lenne szűken venni a kanyarokat, csak mindig később veszem észre. Mondjuk most már mindegy, mert az utolsó kör. Jó van, ügyi vagyok. No! Első verseny, végre! Sikerült. Kaptam 2003-as Imprezzát. A többi meg igen, ugye a livery meg a pálya. Kb. Ezek vannak. Na. 12 csillag kell egyébként, még egy körverseny, úgyhogy úgy látom, hogy itt főleg inkább körverseny lesz a lényeg. Hú, viszont lehet most már másik autóval is menni. Subaru VRX-el már mentem, meg ezzel a Porsche-val is mentem. Ezt valószínűleg egyébként le kéne tölteni. Csak ez az, hogy ez most nem jutott eszembe. Úgyhogy uff. Nem mentem még se ezzel, se ezzel. De még ezzel se. Ja, várjál, de. Nem, ezzel sem mentem. Olio Fiat. Várjál, menjünk már ezzel. Kis abarf. Fiat. Bár az az érdekes, hogy itt a játék abarfnak mondja, holott pedig ott van egyébként a liveryn a Fiat. Ami egyébként jó, eléggé olyasmi. Ez olyasmi, mint az Opel meg a Vauxhall. Hogy ez eliminálós. Jól van. Nem tudom, hogy jó autót hoztam erre. Azt hattam volna valami gyorsat, de hát... Vagy lehet, hogy ilyenkor a játék kompenzál. Olyan autókat rak be, ami megfelel a súlycsoportnak. De hát az a Porsche. Ez Porsche? Ez lehet, hogy ez is a bark, nem? Vi! Útban volt. Jó kipörgettem, csak ezzel nem értem sokat. Azaz. Dúr bele. Így kell ezt csinálni. Úgy eléggé light-os ez a pálya. Ez nem olyan nagy cucc, elég ilyen. Sok kanyar nincs benne. Két nagy van, az kész. Már csak három versenyző maradt rajtam kívül. Így haladom szépen. Az első helyet eléggé csúnyán bebiztosítottam most eddig. Aztán mindjárt neki szaladok egy fának, és így ripperóni. Most nézem, 28 másodperc. Érdekes. Kerek 30 másodpercre indulunk.
Na hát, kiesett a maximális fa. Hát ez mit nem mondjak, eléggé könnyű volt. Ez nem okozott nagy fejfájást. Na, következő az Smash Up lesz. Oda kéne egy gyors autó. Ja, hát igen, azt mondtam, hogy majd kötelező jellegekkel kell majd menni, ja, csak nincs a Duster. Amit van. 283 BMW X3C, Toyota Land Cruiser 386 lóerővel, 405-tel a Cayenne, hát ezt kész, ezt vinni kell. Ugye azt nézem, milyen festései vannak. Ez eléggé szolid ez a fehér, de nem baj, ez a fekete pont jó. Na, Cayenne. Tökély. Pont jó lesz. Igen, és ugye most már rájöttem, hogy ezek checkpointok, tehát ezeket kötelező jelleggel kell érinteni. Ugye az X-hez hozzáérek, akkor az pont lelassít. Ugye ez egy olyan time trial játék, ami... ennek ugye lényege, hogy ezeket ugye szét kell zúzni, kifejezetten ahol a zöld nyíl van. Ugye az a jó. Az X meg ugye lelassít. Ilyenkor ugye vesztesz aztán az időből. Hát mondjuk nem lassít olyan brutális mód. Egy kicsit. De ki meg nem lehet hagyni a táblákat. Erre rájöttem múltkor. Érdekes, eléggé úgy csinálja, hogy az ívnek, hát azért mondhatni az ívnek megfelelően dobja be. Aha, eléggé mókás. Basszus. Hát nem is könnyű, amikor tényleg neki szaladsz az X-nek. De most így 3X-et kapásból összeszedtem. Na, de még így is meglett az első hely, úgyhogy nem veszítettem sokat. Ez az, hogy a kanyaroknál sikerült, főleg ahol amúgy is lassítok. Ó, nem láttam, még autót nyitottam meg. Na, közben a következő, meg szimpla checkpoint verseny. Na, teljesen gyorsan elnyomtam. Na, itt azért már akad autó. Itt a 2003-as Impreza. Itt van az Escort. A régebbi Lancer. Itt van a 95-ös Impreza, meg a Celica. Úgyhogy majdnem igazából... Hát na, használjuk akkor a régi Lancert, mert eddig az újjal mentem, most itt van a régebbi, aztán majd fogok még menni majd az újabb Imprezzával is. Azt is kell majd. Autodrive. Ja, mert tényleg ez izé. Három kör, és akkor ugye úgy kell lenyomni egy gyors időt. Az igen. Hogy levágtam azt a kanyart. Az igen, azért ez a... Lancer, ez egész jó. Teperám.
Na, kicsit farolgatok kifele. Úgy egyébként, de milyen brutálisan néz ki, hogy fel van építve. Kell a fényszórókkal. Repült a fákja. Nézzük első körben, mit sikerült összehozni. Helyezés jön össze. Egy második hely. Jó. De még így is van még két köröm. Nem tudom, mennyire érte meg. Hát legalább arra, igen, hogy lemossam az autót. Ez fel se tűnt egyébként tényleg, hogy itt viszont működik az, hogy le tudom mosni az autót a vízzel. Vannak ám benne azért jó részletek. Áucsi. Nem tudom, hogy ezeknek a fákjáknak mennyi értelme van itt az út szélén. Semmi szerintem. De mekkorát ugratok. Na, ez már első hely. Nagyon jó. Na, ennyi már le is takarítottam a koszt az autómról. Egy kicsit zúzol van egy hangyányit. Ezt előszeretettel vágom le, de olyan nagyon jól sikerül. Hát az a baj, ezért ez a helyezést egy kicsit megcsaphatja. Első. Jó, akkor semmi. De milyen izé szaltót verettem? Na, készen van a negyedik epizód, jöhet az ötödik. Nézzük, hogy itt mit vannak. Itt meg főleg sprint. Van egy smash up, meg egy time attack. Sprint, úgyhogy jó lesz ez. Na, nézzük, milyen autókkal megyünk. Van nekem egy olyan... Ja, igen, van itt egy Mini Cooper, vezettem ezt a Volkswagent, van ez a, az igen, van ez a Hyundai, és van, ja ez még nincs, majd a 26-os szinten lehet elérni, meg van a, majd lesz a Fiesta 33-as, ja ezt meg majd, hogyha most sikerül a Special Episode, Speed Cross Master, jó van, na ezekkel a Special nyomni majd.
Na, de nézzük egyébként ezt a Hyundai-t, mert ezt viszont még nem vezettem. Tehát most a legutóbbi alkalommal összvissza a Mini Cooper, már ebből a részlegből a Mini Cooper volt, meg a Volkswagen. A Volkswagen egyébként egész jó volt. Bro, ezt a Hyundai-t egy kicsit nehezen akarja tölteni. Vagy a textúrája olyan túl durva. Túlságosan 4K-s. Az igen. Majdnem elrepítettem azt az Volkswagen-t. A helikopter egyébként egy pillanatra azt hittem, hogy ez egy autó, ami repül, erre akkor itt elfogott volna a röhögő görcs. Az tuti. Hello, előzni szeretnék. De ez a pálya is milyen poén. Kicsit ilyen dakaros jellege van. Menj már, lehet itt ugratni. Az igen. De basszus kucs, érted, nem bírom őket annyira utolérni. Még itt a Fiesta-t meg utolérem, aztán mindig megszívom, hogy meg akarom előzni, és nem tudom, mert mindig aztán visszahúz. Így nagyon erőteljesen tartja ezt a második helyet. Meg legelőbb az elsőt, ami szerintem szintén ugyanaz a Hyundai, amivel én is megyek. Szóval ez cheat. Aha. Ugyanaz a Hyundai Dettóra. És ezért mondom, hogy nem érem utol. Hát ez a WTF. Ó, shit! Na, ez jó volt. Akkor átugrattam, hogy bebírtam előzni. 3 seconds in heaven. Nagyon jó. Ja igen, itt most nagyon fosni fogja egyébként az achievementeket. Legutóbb is már tette. Boing boing. Ezek a nevek. De ez egész poén volt. Tureg. Úgyhogy jöhetne még ilyen pálya, ez poén volt. Még lesz még egy Namíbia, ez már, aha, ez már izével. Jó lesz ezzel. Szóval ja, úgyhogy ez poén. There are those who enjoy peace and quiet on holiday, but we can assure you that's not us. Welcome to Namibia. Menj már! Hát nem igaz, érted, és akkor nem bírom megelőzni. Ahogy ez se. Édes Istenem. Ó, no, hát most itt ez zegz lesz. Mert nem is tudom, várjál, melyik állam az, amelyik ilyen sivatagos? Mert tudom,
mire gondolsz, mert azt hiszem még a Crew 1-ben is simán benne volt ez. A kettővel azért nem sokkal... Én összüst a bétával játszottam. És valahogy ott is álltam meg, mert nekem annyira nem jött be. Persze, hogy of course, hogy én a leghosszabb útvonalat választottam, így vagyok, bár én a kanyart jobban be tudom venni. Ha-ha! Csírek! Ne vadalja, lehet tényleg, igen. De ez azt hiszem Namíbia? Ugye az volt kiírva. És szerintem lehet, hogy Afrikában. Sőt, a fák miatt megmondom, hogy Afrikában vagyunk amúgy. Mondjuk nagyon tetszik, hogy amúgy van itt néhány ilyen modern autó, meg minden, tehát persze Afrikába. Modern autók, meg ott egy modernebb mentőautó, szóval legit. Ja, Namíbia. Ja, hát persze, of course. Igen, ja, igen, Dél-Afrika. Tehát of course, hogy ez végig ez lesz, tehát ennek ez a lényege. Na viszont... Oh boy! Oh boy! Boy! És ez izé lesz, nem a smash up. De gyors kéne. Oda girosz kéne, ja nem. Hát akkor lehet, hogy pont az a Lancer, ez gyors. Menjünk ez a jó kis fekete festéssel. Mert Afrikában... pláne így, hogy süt a nap, böszme meleg van, a fekete autók mindig jók erre. Pont a legalkalmasabb, hogy még jobban megsüljél a rákba. Ja, pont éjszakai lesz, akkor never mind. Akkor meg nagyon jó, akkor meg sneakelni fog. Senki nem fog észrevenni ezt a fekete autót a sivatagba. Az igen! Azt épp, hogy elkaptam. És cseles. Tapa, így van. Pontosan. Igen, és most fogja jelezni, hogy miss the checkpoint. Igen, úgyhogy nem lehet kihagyni a checkpointot. De úgy egész jó amúgy, hogy milyen hamar visszaköp. Anyád! Ez most elég ére majd lesz szerintem. Egy checkpoint kihagyás, meg még izét. Jó, belassultam. Uff! Ezért szivatám rendesen. Olyan helyekre pakolja a nyilat, hogy nagyon nehéz megfogni. Hát ez harmadik hely. Hát... Oké, okay, I guess.
Nem baj, végülis ez is jó, 3 csillagot jelent. Ja nem, csak 2-t. Oh, meg at the best time. Ó, oh, és akkor itt a time-etekben meg, jaha, meg elsőnek kell lenni. Jó. Hát itt is akkor of course. Megyünk a Lancerrel. Hát majd a versenyekben aztán még kipróbálom az olyan autókat, amelyik egy picit ilyen lassabb. Mert ott ki lehet akkor legalább, nem olyan gáz. Á, így kell levágni a pályát. Tökéletes. Az a jó, hogy ezért nem büntet a játék, hogy levágom a pályát. Drive Club. Jó, de egyébként a Drive Club is jó játék volt. Jó, hogy ez izénként változik. Hogy kihagyom a checkpointot, vagy se. Vagy hogy mennyi idő a respawn. Ezt játékmód határozza meg, és az előzőnél ott jó gyors, itt meg 3 másodperc. Ó. Oh. F. Kirakta ide ezt a... Egyébként ez tök le lehet ezt vágni. Nem, na jó, takarodja, nem lehet levágni. What the hell? Úgy érzem, ez bukó. De ez ráadásul sprint time-etek. De akkor mi értelme van annak, hogy úgy ki van alakítva, hogy azt nem lehet levágni? Nem már. Igaz, mekkora poén lett volna? Fogom, azt itt telibe levágom. Ja, de le... Ó, a checkpoint miatt ott ugye van egy köztetelek most itt eszembe. Azért nem lehet. Shit. Mondjuk a izénél volt érdekes, amikor ott a kanyart levágtam, hogy ott viszont miért köpött vissza. Az már szerintem lehet, hogy bug volt. Egy csillag mínusz az biztos, hogy lesz. A kettő már kérdéses. Kész egy első hely.
Hát baszva érzem magam, hát ez mi? Hát de azt írta ki, hogy első hely. Az leközi, hogy ja, amúgy fuck you, nem harmadik. Motherfuck, átbasztak. Ja, igen, és ez az utolsó. Tényleg már átbasztak elég erőteljesen. Rohadjon meg reggelre. Le vagyok én sokkolva. Kurvára szomorú is vagyok. Tehát azért ez... Ez igen van. Get baited. Úgy érzem, hogy jön ám a revengatime tőlem. Ez pofátlanság volt. Ahmed al-Yazin. Az igen, itt van az Ahmed. Most már lehet, hogy pukkant egyet. Én nem is tudom egyébként. Ja, Burnoutban van egyébként az, hogy a knockout az olyan, hogy izé pukkant egyet az autó. Aki utolsó és lejár az idő. Ez az ígsebesség. Na jó, nem, rendesen lefordítva magas sebesség. Kész, megvan a klip. Így van. Hát baszott a játék. Ennyi. Köszönöm szépen a klipet. Na, erre nem mondhatja azt a játék, hogy harmadik hely. Ez már szintiszta első. Azért. Ha erre is azt mondja, hogy mit tudom én, valami más helyezést rak, akkor én ezt nem fogadom el. Na, van egy championship. Nézzük akkor ezt a championshipet. Az autó tökéletes arra, hogy ezt a championshipet összerakjuk. Alaszka ráadásul. Az jó hely. Szép is. Ja, és ez a sprint ráadásul, úgyhogy tökély. We wanted to give you a spectacle worthy of the name, and we've done it. We've organized a race which will leave you breathless. Dávid majd egyébként holnap ízlésbe magad jön a GT 5. Érzem, abból is lesz majd jó pár klip. Szerintem fogja magát a játék megint produkálni. Pláne, ha megint benyomja azt, hogy van 7000, nagy nehezen megkeresett 7000 dollárom, és azt mondja, hogy kórboly. Ami kurva jó, mert olyanok a misionok, hogy kell venni cuccokat.
azzal kell kezdeni. És már nincs karakter, amivel, akivel ezért tudnék vásárolni. Persze részben mindegyik ki van nullázva. Na se baj, hogyha más nem is lesznek jó klipek, akkor összerakom majd. Úgyis néhány esetben izé csináltam én. Ha el nem felejtem, hogy mik voltak azok. Smoke, tussles, and adrenaline. Na még jó egyébként, hogy a kocsinak az a neve, hogy Buckshot. Kellemetlen lenne, hogyha más lenne az első fele. We wanted to give you a spectacle worthy of the name, and we've done it. We've organized a race which will leave you breathless. Na de akkor ezek szerint, hogy tényleg akkor nálad megvizé, akkor holnap fog beütni az éjszakás meló? Azért milyen jó, hogy ilyen sprint pályákat kapunk most csak, így itt könnyebb. Üff! 12 óra, Jézus Atya Úristen. Hát figyelj, most ha megnyugtatlak, én is megyek éjszaka, úgyhogy... Én most én is megyek szopni paszt. Jó, de legalább holnap akkor meg nem kell. Holnap, holnapi napot meg megkapom pihenőnek. Sajnos ma muszáj ezt izé megcsinálni. Így van, azaz virtuális brofist. Na gyere, remélem, hogy nem fogok kikapni megint olyan idióta részek külföldieket, mint a legutóbb. Úristen, én attól egy görcsöt kaptam. Ez még utólag is egyébként így belegondolva. Aja úristen, de ez egy, az ilyen dafak momentum volt.
Én éreztem magam hülyének, halott nem kellett volna. Szimplán ők voltak kretének, mert részegek voltak. Ez az, borítom a kocsit. Az jól sikerült. Nem, hogy borítom. Eltérítettem, hogy megöljön magát. Az igen, de szerintem... Na, vagy hát... Fene se tudja, vagy holland, vagy norvégok voltak. Nem tudom, mert itt valami már ilyen norvég helyet... kerestek. De azért valamennyire érdekes módon azért csak tudták, hogy hol vannak, mert a Deák Ferencet meg valahogy itt kimondták. Nem, de úgy be voltak baszva, mint az állat, tehát nem tudták normálisan elmagyarázni azt se, hogy egyáltalán mi az, amit kerestek. Pedig még meg is kérdeztem, vagy mondtam is, hogy körül tudnád mondom írni, hogy mi az, amit keresel? Nem. Nem mondtál. Úgyhogy nem jó, hát mondom akkor, hogy mondom, sajnálom, mondom, nem sincs mit keresni. Mindegy, szóval igen, ez elég érdekes szituáció volt, hát na. Okoztam nekik nem tudom hány perc örömet azzal, hogy kretén voltam. Csak ez is rohadt érdekes volt, amikor még itt a legvégén még megkérdezik, hogy izé, hogy csinálunk egy selfie-t, tehát így VTF. Úgyhogy ja. A más nem csak ilyen tényleg ilyen idióta kretén sztorikért is megéri ezt a szakmát tolni. Eszméletlen. Az a helyzet, hogy már azt is összegyűjtöttem egyébként így meló alatt, hogy az adott műszer, amit használok, az kvázi minek lett elnevezve. Már egyszer felolvasom már. Sőt, ja tényleg, hát majd a legjobb a izénél kell a... lesz Simple Text Live. Reddit következő csillaga? Nem sok esélye, nem tudom már igazából. Minek dobott volna be? Random ember? Hát várjál végül is, hogyha van ilyen Reddit, hogy fotózkodjál egy random emberrel. Akkor baszd meg. Akkor lehet, hogy... még simán ott lehetek. Bár a fene se tudja, nem tudom. Ha nem sok esélye lettem volna, amúgy Reddit csillag, már ha ezt így mondod, mert lefotózott érted azzal, hogy nálam volt a cucc, és úgy fogtam a kezembe, szóval fasz, nem tudom. Na közben van itt egy körverseny. Mivel megyünk? Ja, még mindig ezzel. At Gravel Channel, we are famous for spectacular races. However, today we are taking it back to the classics. Nagyon jó. Ilyen offroad autókkal megyünk az aszfalton. Hát ennek aztán sok értelme van. Boom. Dead. Get dead. Meg akartam nézni, hogy mi lesz a végeredménye annak a borításnak. Ennyi, 1300 lóerő egy 178 lóerős kocsihoz képest. Egyenlő erőviszonyok, mit nem mondjak.
Négy körös? Fine. Dorifto. Jó, ezzel az autóval szerintem már tényleg lehetem driftelni. De ezt kell mondjam, hogy nem olyan rossz azért ez a 1300 lóerős valami. Na hát, fal. Nem mondod, hogy a gumit ezt nem lehet ilyen könnyen leverni. Uff. Még milyen poén lenne? Most tudom, melyik játékban lehetett olyan könnyen ledarálni. Tehát a Breakfastben? De egyébként tényleg a Breakfast-est is jó lenne már egyszer izét tolni most már. Mert ahhoz is van ilyen izé sorozat. Ilyen... Nem is tudom, széria vagy valami ilyesmi. Ezt jó lenne tolni. Ha már megvan a játék. Nem is tudom, mi jó. Régóta van meg. Oké, kövi bónusz epizód, amiben már championship-et... Ja, Namíbiában már megint. Bár mondjuk mi sprint versenyek lesznek ezek? A sprint az mondjuk jó. Én annak körülnék. Ja, sprint. Ó, akkor jó, mert akkor itt viszont ugrálni fogunk. Itt az őrültek. Holiday, you, Namibia, oh my god. Na, melyik kis autót rekteljen meg? Hát mondjuk kezdjük ezzel a green-nel. Ami amúgy barna. Ez az kocsi zegz. Az ott meg ugrató lesz. Az igen. Jóféle. Kétszeres szorzó. Háromszoros eddig nagyon jó. 50 ezer, oké. Okay. Ez ilyen easy-ből összejött. Pont. Ez oké, hogy semmi más nem kell csinálni, csak így menni, és így úgy kapom a pontokat.
Egyébként pont ez a Namibia sprintekben egyébként pont ez a poén, hogy ugye össze-vissza ilyen lejtős, és akkor hol begyorsulok, hol megugratok egyet. Ez itt tök poén. Ó, high speedre volt 666 pont. Az igen. Keresztül mentem mi? Micsoda? Kész is van a mém. Oh no! Hát... Hallod és pont a végén. Áháhá! Jesus Christ! Fasza. De amúgy valami tényleg ilyesmi, amúgy ez nagyon jó az elképzelés, mert amúgy tényleg valami ilyesmi szituációtól kell képzelni. Kurva jó ezt a verset előrökeztetem. Mi az Isten történt? Nem tudom, de itt már erőteljesen tömegkatasztrófa történt. Nem már oda veszett az az rengeteg pont, amit összegyűjtöttem. Sír a lelkem amiatt. Az rengeteg pont. Mind oda veszett. Csak azért, mert érted, kihagytam azt az egy rohadt checkpointot. Úgy tök jó most is mindjárt összeszedek azért itt 3000, vagy mi az, háromszoros szorzóval itt izé. Pontod. Haha! Úgy kell levágni a kanyart. Csak háromszoros szorzó van, ez a maximum. Hetvenkétezer. Oh my god. Odaverős. Azt lehet nem kellett volna lássam. És azok az állatok inkább a levegőben rohantak. Most jó lenne megint azt a checkpointot nem elrontani. Mert abból sírás lesz.
De nagyon. Menj már, milyen durva már azért ez a hajó. Enjoy this race together. Megkaptam a Navarát. Na, következő sprint pálya. Enjoy peace and quiet on holiday, but we can assure you that's not us. Welcome to Namibia. Rippördül egyet. Oh-oh. Oh-oh. Igen, a bugos állatok. És innen tudjuk, hogy valójában a Matrixban élünk. Az egész univerzum egy Matrix. Egyébként igen, ez az, hogy amúgy nem sok ember figyeli a részleteket, de hát én kiszúrtam. És eléggé jól. Az landing volt, öcsém. Amúgy azt nézem, hogy ezt más valaki is elrontotta. Itt meg így kell levágni egy kanyart. Helyezkedünk a színken. Nem tudom, hány versenyből? Háromból? Megkaptam a Delta integrálét. Nagyon jó. There are those who enjoy peace and quiet on holiday, but we can assure you that's not us. Welcome to Namibia. Érkezem!
Hú, azért ez kemény volt. Hogy megindultam, jöttem mint egy tank. Na, azt a mentőautót majdnem elvittem magammal. Elszirénáz velem. Egyébként az a jó, hogy ezek a klipek születnek, mert legalább akkor egy kis emlékeztető, hogy... Mit kell bevágni még a montázsba. Már egy is már most félúton kész. Mai streamből meg úgy néz ki, hogy azért lesz egy adag. Ha! Kikszelte az egyszeres szorzót. De még ez az, hogy még a podcastnak klipek pont azért jó, hogy lesz mit felhasználni a Best of-ba, itt meg azért jó, hogy van emlékeztető, hogy mit érdemes használni. Hey Carl, de hát ez is drift volt. Ez lenyúlja a pontjaimat. My points! Úgy van vele, hogy úgyis kaptál eleget. Na, király fienő. Abszolút win. Eres 200-as, ez az. Na, ez a bónusz epizód is kész. Hogy állunk? Ó, hát még beleférnek ám a bónusz epizódok. Ez is körverseny. Oh my god. Nem, van benne egy sprint is. Harckocsik. Oh my god. What the hell? Hülye vagy? Hát ezt visszem, bazd meg. Megyünk egy tankkal. F, when you look at these beaches, the first dozerolni fogok, úgy érzem. I'm not sure you're in the right place. We've come to Polynesia. Bazd meg, megyünk itt egy tankkal. Ez kurva jó. Menj már. Én itt dozerolni fogok, kész pont. Kurva jó, egyébként nem látok tőle sokat. Megy már, hogy néz ki ez belülről. Durva. Mennyi ne a szaraddal? Beelőzöm a Humvit is. Mondom, beelőzöm a Humvit is. Igen, ezt az autót, ezt muszáj vagyok egyébként. Köszönöm szépen, játék. Az meg most nézem, 44 másodperc alatt az egy kör. Nem kereken, de... Na de hát nem, lényeg. Egy túró. Hát egy derbizek izomból.
Az igen, hogy repült az a cucc. Gyere, Humvi, megraklak. Azt majd repülsz. És mi az a buzogány ott elől? Úristen! Hát ezt az autót vezetni azért ez életveszélyes. És a belső ívből száguldok. Egy tankkal. Oh shit! Ez jó lett volna egyébként. Ha nem rontom el persze az utolsó kanyarban. Na jó, szerintem ezt lehet, ezt a... Lehet, ezt a tankot elengedjük. Sőt, na mondó vagyok, ha szerintem nézzünk rá erre a special epizódra. Oh my god, ez csak nem egy... Ez csak nem. Kókusz! Ennyi, kész, madafaka. Focus incoming. Úgy dobbaszunk neki, mi? De akkor azt hiszem, ezt vezethetem is már. Gyerekek, itt focus time. Kész pont, ennyi. Kész, ennyi, ez... Tessék beosztani. Itten nincs visszavonulás. Hol van? Ja, csak addig nem lehet vezetni, ameddig be nem fél. Ja, mert... complete the special episode, Wider Ashmaster. Ja, jó. Le kell győzni őt még előtte, és akkor utána lehet. Á, pics be! Nem lehet még kókuszolni. Akkor a életbe már. Ó, akkor... Engem megyek ráncsába, az is jó. Kókusz jön after. To our friends watching out there, welcome to Gravel Channel. Every driver knows. Szomorú vagyok azért, félénk. Nem baj, reménykedtem, hogy már lehet azt vezetni. Iklibe. Nem baj. Le kell egy győzni a picsába, aztán már lehet is csapatni neki. Mi megy már azért a lancsa, az kicsit aláz. Mondjuk azért meglep egyébként, hogy tehát ki van kerázva amerikai zászlóval egy kifejezetten Európában gyártott fókusz. Tehát az a, de ez a kaszni meg minden, ez Európában van. Azt hiszem jó volt mondjuk később Amerikában is, 2000 mikor, 2-3 fele. De tényleg eléggé későn jött be egyébként ez a fókusz, ez az egyes. Európában meg megindult 98-ban. Azért az durva cucc. És mennyire érdekes, hogy utána meg az amerikai fókusz, meg az európai, ez mennyivel másabb. Ez ugyanez egyébként igaz a Fiesta-ra is. Tehát ami Európában ugye itt mennyit látunk, meg mennyire elhíresült, meg megszoktuk ugye a kinézetét, az tök más Amerikában. Talán egyedül a hármas az, ami már ugyanaz. Sőt, még az a durva, hogy a Mondeók közt is van különbség. Tehát azért látni, hogy van különbség amcsi meg, érted, egy márkán belül, és egy típuson belül is van európai meg amerikai kiadás. Te azért mondom, hogy a Mondeó, sőt, olyan is van, Mondeó hibrid, itthon kapható amerikai. De az tényleg, tehát echte amerikai.
Jó, hogy mit nem mondjak, ezt a kártyát meg szétalázom a rágba. Azért a 330 lóerős lancsa integrálja azért, delta integrálja azért odavág. De mondjuk látszik rajtam, hogy én kurvára hatchback fanatikus vagyok, tehát azért rohadt sok kifejezetten hatchback autó tetszik. És win. The first race is over, but something... Na, ez volt az első. Na, nézzük a következőt. Tök jó, amikor kihoz megint a menüre, aztán lehet így nyomatni. Na, hát ez a Frozen Peak. Jó kis havas pálya. Off-road fans watching out there, the second race is about to start, and we are at the turning point to choose the new Wild Rush map. Na nézzük. Én mondjuk, na ez azt hiszem nem egy egyszerű pálya. Ráadásul pont a izébe volt, a demóba. Mégként eszméletlen point, csak nem egy egyszerű pálya, mert pont emiatt, hogy eszméletlenül kanyargós, és alig látod. Azt nézem, még azért így is leverem. Nem olyan gebaszos. A harmadik pálya az, ami jó kérdés, ez mi... azért most ez a hóeffekt egy kicsit érdekes volt. Aha, na kicsit fura. Ilyen lassan szállingózik. Alap esetben, de hogyha beindul, akkor ugye hát ez az izé effektet nyomja, hogy milyen gyors. Na, szervusz Balázs! Neked is rally estét!
Sőt, így kell mondani, rallistét. Ha itt szakadna a hó. Még úgy nem poén lehetne már. Már fene se tudja. A hazai terep az. Már tegnap is mondtam neki, nem mondom, látod. De nem látsz elég rallit, itt van. Itt is ez megy. To our friends watching out there, thanks for tuning in to Gravel Channel. Our drivers are risking it all tonight and there won't be a second chance. Kétszőkévet írni ilyen olvasésbe, hát, na. Jó, mondjuk ez körpálya, úgyhogy ez azért ilyen. Gondolom nyilván, hogyha ilyen nagyon nagy hószakadás lenne, akkor nem igen lehetne írni. Akkor nem is nagyon szervezik. Rohadt veszélyes. Már ki tudja, mert egyébként, hogyha azt veszik, hogy a Colin McRae Rally 2-ben meg ott volt a svéd pálya, ahol meg ott volt egy szakasz, ahol kifejezetten jeges részen kellett menni. Csak nem esett a hó. Itt még mire leesik, addig rá el is olvad. Azért ez a pálya he. Így tudod erős. Jó, és ez nagy pálya, és ez kétkörös. Oh my god, ez azért... Mi ez? Mik ezek a kanyarok? Ezeket nem bírom normálisan bevenni. Azt a begyer most meg nem bírom megelőzni. Na, az jó. Így érdekes lesz. Csak már. Megkoccoltam a fókuszt. De ilyet. És a kanyart most basztam el hivatalosan. Basztorolhat, jó van, hát ez így. Jóló. De van még egy köröm. Az ott mi volt? Ott mi dobott meg? A víz? Na hát ez így lesz szép visszahozni. Várjál, azon nézélek, hogy akartam nézni, hogy írja egyébként, hogy csillagokat, meg ezeket, ezt hogy kapom meg. Mit most úgy érzem, hogy na most ez a verseny elmérdős lesz. Petivel nem fogom tudni itt most valahol megelőzni.
nem volt részes ez a fa. Na, jó van. Itt visszaelőztem, király. Igen, nem nagyon merem most jobban levágni, mert az előbb is, hát azért nem tudom, mi a túró miatt pattantam úgy, de valami miatt sikerült. Jó, hát ezt sikerült comeback-elni. Ígyni, itt kell bepörögni. Farol! Na, ez az, megnyertem a Ford Focust. Ez zsíros kenyér. Na, ennyi. Special epizód lezavarva. Na. Úgyhogy lehet baccatni a bónusz epizódokat. De hol is itt először szerintem azért nézzük meg ezt a Colorado Rivert inkább. Aztán meg majd maximum még visszamegyek erre, ahogy hívják rá. Na mivel menjünk, mivel menjünk? Mivel nem mentem eddig? Van még ez az Alpine. Meg van még a B... Jó, menjünk... Vagy várjál, ezzel voltam, nem? T8-a. Áááá, az nem rémlik? Lehet, hogy voltam, de nem rémlik, hogy, hogy mentem vele. Na mindegy. Elmegyek most vele, ez a biztos. Aztán meg, ha más nem, még ott van az Alpine. Vagy na, az volt írva? Na, nem is tudom. Nem tudom, hogy van. Hú, ez azért kicsit farol. Ja, ez igaz, körverseny. Az igen, micsoda ugrató. Tök király. Jóló. Jó, van, ezért úgy érzem, hogy ez, ezzel az ugratóval azért vigyázni kell. Vagy, ja, vagy nem, vagy, mert ott ugye ez külső, vagy mi ezzel a útszéli sziklának szaladtam neki. Meg azokkal kell vigyázni. Azt a micsoda két kerék, hát odafigyeljél. Tök véletlenül itten két kerekezést összehozok. Azért jó, nem rossz ez az autó. Majdnem neki szaladtam a... Nem á! Ó, már hát ez pedig a harmadik kör volt, hát ezt nem hiszem el. Jesus Christ. Na, para. Akkor még egyszer. Első helyet meg kéne csípni.
Bookfence miatt nem sikerült. Valahogy ivédelni kellett itt ezt az üzésziklát ott a szélén, mert majdnem neki szaladtam. És akkor most belöknél, érted, az sziklába. Vagy mi ez a szakadékba? Hát na jó van ám! De ezt hogy védjem ki? Na jó, kurva szád, és akkor most negyedik hely. Ez király. És ezt hozhatom vissza amúgy megint, de ezt gyakorlatilag nem sok esélyt látok. Aha. Kaka! De érted, elkezdett kétkerekezni, miért földet ért, aztán meg izé, nem lehetett irányítani. Ekkor egyik a kátot rohagyjál le. Ez egy csillag volt, hát ez szupi. Ez jól sikerült. Igen. Mert itt első a három csillag és a harmadik hely, jó. Don't get eliminated. Ja. Elimináció. Nézzük, mi van. Ja, hát, igen, gyerekek, ezt mondtam. Jön a Duster. Kész. Itt ki kell próbálni. Ilyen lehetőség nem igen lesz párszor. Dustert nem igen látni játékokba. Játékokba. Nem Roto Duster. Úgy igen, miért durva, hogy ezért a Renault Duster, tehát nem Dacia. Bár hát elméletileg van Renault Duster, az szerintem Franciaországban van csak. Nehezebben is megy vele a megerőltető házi munka. Helyénye. Azt mondtad, ezzel nem gyerekjáték a porolás? Pedig nézd meg, milyen port kavar. Hello! Itt egy kiforgás áldozatává
kezdek esni. Ez még egy Duster. Hát úgy érzem, hogy valaki get fugged. Na, gyorsabban is eliminálódhatna az a maradék három. Így egyszerre! Mindenki! Senki nem lesz nyertes. Hoppáli. Bevillódzott a kamera. Ó, oh, no! Eltűnt. Sublimár. Ó, oh, no! Hát jó, kész, ezt elbasztam. Ennyi. Ú, de ripperóni. Hát így aztán pláne. Ez az autó nem megy sehova, befolyt a sziklába, kész. Megette a szikla a Dusteremet. És erre a biztosító most mit fog mondani? Köszönöm. Jókor. Megette a szikla az autómat. Na de ilyet. Nézzük, mink van. Sajnálom. Ezt el kell fogadnatok. Kész. To our friends watching out there, welcome back to Gravel Channel. This time, we're coming from Arizona. Maybe some... Kuvasz, ki? Hol a Vega? Te hol is itt, na ez kanyarodik ám ez az autó. Akceptáltad? Nagyon jó. Most nézem, mi ez a kipufogó egyébként. Ennek a jelentősége van, csak nem tudom mennyi. Megborítom az autót. Még itt durván. Na nem láttatok ti sűrűn fókuszt így pörögni. Ja, ez még sziklát is tud mászni. Azt a rohadt teget. Ez az Renault sziklába király. Bum. Ez igen, milyen jó fos itt már az út. Ez egy elhagyatott izé? Gát.
De azt most mitől? Az igen? Nehezen már sziklát is mászok. Na-na. Ilyet ezért nem játszunk, jó? Az előbb másztam még hegyet. Vissza kéne szerezni ezt az első helyet, mert sírni fogok, hogyha nem. Már nehogy itt most egy fiát előzöm, meg beleszarjon a levesembe, hát azért ezt nem fogadom el. Az ég áldja már meg ezeket a rohadt sziklákat. A tököm tette ezeket a sziklákat rossz helyre. Édes Istenem már! Shit! Kezdődik, hogy nem tudom beelőzni az autókat. Nézd meg, hát nem is enged el! Rohadjál már meg, úgyis hatodik helyen vagy, shit már innen. Ja, bocs, negyedik. Nevermind, eltévesztettem a számot. Az igen? Na ott más is izé megtanult repülni egy picit. Na, jó van, első hely. Hú, azért ez elég érdekes verseny volt. Mit nem mondjak. Olyan jól sikerült. What a thrilling race! So many years as a commentator. 222D. Az nem tudom mi. Na nézzük, a következő smash-up. Ez már ezzel. És ez elméletileg, igen, ez is ilyen downloadable cucc. Na nézzük, melyiket lehet leverni. Jókor mutatod! Nyajásút. Ezért most volt egy erős gondolatom, hogy közepe széle. De ez legalább sprint. Ezt most jó helyre tette le.
Nos, ott egy reklámtábla, és jóló resolution-os volt. Ja, akartam mondani, hogy nálből erőteljesen X lesz, mert eléggé nehezen lehet ezt összehozni, hogy most pont megfelelő sebessége azt bebírjam venni, és pont annyira fele menjek. Na de hát mindegy. Elfogadjuk az X-et. Előfordul az ilyen. Ez gyönyörű volt. Nem éppen így terveztem, de hát ez így sikerült. Akkor így szerintem első helynek rip. Na várjál! Nem veszem be. Első hely? Jó van, első hely. Átbaszott ma egyszer. Na, következő lap race. Jó. Hú, most lehet Porsche-val is menni. Ja, mert most van egy pár. Igen, mert 959-essel mentem, van még az RS2, ugat 450. 450? Hülye vagy? Ezzel akarok menni? De van Renault, vagy mi az Renault 5-ös, na azt is ki kéne megpróbálni. De hát most az RS200-as az elsőséget élvez, úgyhogy kész. Nagyon jó autó. Milyen hangja van. Meg Lancia Stradale. Nagyon jó egyébként ez a kerék ott fönt. Az autó tetején. Valahogy a 450 lóerőt nem érzem ebbe. Szerintem kicsit át lettem verve. Már megint. Jó nagy kör lesz ez, úgy látom. Ebből is kettő van. Megreptettem az autót egy csöppet. Ó, van Rewind. Ez jó, na ezt jó tudni, hogy van egyébként Rewind. A játék ezt még a tutorial... Na tessék, a tutorial részben ezt elfelejtett említeni a játék, hogy amúgy van Rewind. Uff.
Például amikor beakadtam a Dusterrel, azt lehetett volna egyébként még visszahozni ezzel. Na hát mindegy. Nem baj, poénnak jó volt. Édes Istenem már azért ezekbe a... az kész, az ott maradt. Az ott felborultam. Tessék, tehát még az éjjel is szenved az ilyen pályaelemekkel. Ilyen kiálló pályaelemekkel. De ez ilyen szempontból jó pofa. Legalább nem csak te szívsz az éjjel meg tökéletes, hanem amikor látod, hogy azért ő a gép is elrontja. És ez volt egy kör, mint a következő. Igen, szóval itt, amikor már így begyorsulnak ezek a láncsák, akkor már úgy nem érzem ebben a 450 lóerőt. Hol van? Ha elveszett volna. Ilyen szempontból jogosan tudom azt mondani, hogy átlettem verbe. Hát borolni ezzel az autóval aztán tudok ám. De azt nagyon profi szinten tolom. De ma profi szinten tolom a borulást. Na mi lett volna, hogyha még bekapcsolom egyébként a realisztikus izétörést? Nem csak az, hogy külsőleg sebződik. Na akkor lennék ám szarban. Gondoltam. Legalább megvan a váltás. Az fontos. Na, így mi. De csak szeretném már ezt az első helyet. Hát azért jól elszívok én ezzel az egy versennyel. Igen, akartam mondani, hogy ez lehet, hogy nem volt egy okos ötlet.
Igazán csábító volt ez a levágás. És meg is van. Jó, hát igen, szóval ezzel azért elég merészen szívtam. És... ha az olyan érdekes, hogy miért erre dobott. Még van ebből. Mondjuk már nem sok. Azt mondja, hogy van itt is egy sima leprész. Time attack. Na jó, lehet, hogy még a time attack-et megcsinálom még most. 500-500-650 Toyota 600 Final League. Milyen komoly izét lehet nyomatni. Igen, ez az Opella. Na nézzük ezt a Toyotát. Mat fekete. Durva cucc. Ez igen. Ja, mondjuk a timer még nem indul. De azért ez milyen durva volt már ez a vágás. De várj, ez ugyanolyan hosszú lesz, mint amilyen volt. Igen, van egy olyan erős érzés, hogy szerintem igen. Ez gyönyörű volt. Csúsztam egy kicsit. Ugye, ez ekte ugyanaz a pálya. Ami voltam előzőleg. Az jó, mert az egy 5 perces menet volt. Itt nem mondjak. Tartogatám ez meglepetéseket ez a pálya. Na, ez lesz mindjárt egy kör. Nagy nehezen. Azért mondom, hogy ez 5 perc volt egyébként ez a verseny. Miért, mert amúgy kibaszott hosszú. És sőt, nem is 5 perc. Bazeg, ez már majdnem 6. Ez úgy jóló. Oh my god! Na jó van, Isten állja meg, jó azért ezt a verset letalom, aztán már...
jobbfolom ezt, mert azért ez a pálya most már kezd kiégetni. Érőj teljesen. Na, ez borzasztó rossz. Ez a hosszú pálya. Hatodik hely. Ez a free kamera. A fotómód a free kamera? Really? Na hát ebben nem tudom, mit fogok tudni kihozni, mert azért ez a hatodik hely, ez nem túl bíztató. Így aztán pláne nem. Nincs reset gomb. Oké, nem, ezt feladtam. Fú, ez nagyon rossz ez a pálya. Ehhez nincs türelmem, sajnálom. Mindegy, lényegtelen. Úgyhogy ezt akkor inkább hagyjuk, hanem majd akkor inkább majd innen fogom folytatni, hogy mivel lezavartam a Wide Rush Master-t, jön a Speed Cross Master. Ez itt mi? Ez a nagyon szép arcú japán ember. Hogy majd kell leverni a következő epizódban. Hát végülis ugye van három köztes epizód, amit kell csinálni. És utána jön egyébként a Speed Cross Master. Hát utána még azért vissza fogok ugrani a bónusz epizódokra, mert azért nyilván még itt van, ezt ugye jó lenne befejezni, hogy van még két verseny, illetve hát ezt tankkal le kell egyszerűen gyűrni, ez valami fenomenálisan rossz lesz. De minden esetre aztán szépen haladunk tovább, vagy hát ha nagyon akarom, akkor gyorsan le is zavarhatom az egészet, bár még a Cross Country Master van még, és utána jön a Final. Tök mindegy. Mondjuk szerintem már sok autót beszereztünk, úgyhogy még lehet, hogy izét nem is kell nyomni a bónuszt. Na mindegy, lényeg is. Ez majd a jövő hétnek a mulatsága lesz. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Következő alkalom, ami jövő hétre. Úgyhogy akkor addig is további szép napot. Sziasztok!